Sziasztok! Most a Huawei Ascend G510-et fogom nektek kicsomagolni, illetve megnézzük, hogy milyen ez a telefon. Amikor kinyitjuk a dobozt, akkor felül található a készülék, ami 4 szolos, és oldalt kell bekapcsolni, ezt itt el kell húzni, és itt van. Felül az értesítés számot lehúzzuk, akkor tudjuk a fényerőt, a némaságot, és hát hogy rezgő legyen, a Bluetooth-t, az autószinkront, a fényerőt, az autóelforgatást, az adatforgalmat, a GPS-t és a Wi-Fi-t. És van egy ilyen profilok, amelyben be tudjuk állítani a dolgokat, hogy a médiát, fényerőt, meg ezeket. Mondjuk ezt szeretnénk, akkor a normál aktiválódott, de hogyha mondjuk a szabad aktiválódott. Fényerő 100, alvómód 1 perc, rezgés az hívás csak. Okay, jobb. És média 15 perc, és jó, akkor itt fullon van minden. Ezt nem szemszetem, inkább maradjuk a normálnál. Némaságot benyomjuk. Nézzük, hogy mit tartalmaz a doboz. Tartalmaz egy jack fürdőgót, ami 3.5-ös jack, normál jack dugó tartozik hozzá. Headsettel. Van itt még akkor egy adatkábel, amivel tölteni, illetve a géphez tudjuk kötni a készüléket. Ezért van egy tölti adapter, ami USB-s megoldású. A telefon az bal oldalt lehet bekapcsolni, alatta vannak a szinkronizáló, a hang erősítő gombok, oldalt, és hát alul van az 5 megapixeles kamera, mellette a LED baku, itt hangszóró, itt előlapi kamera, és alul pedig találhatok az érintős gombok, van egy vissza, egy home és egy menü gombunk. Bekapcsoljuk a telefont, akkor egy ilyen kezdőfelület van. Megfogjuk ezt a lakatot, elhúzzuk, kinyomjuk, és itt a telefon. Minden személyre lehet szabni. Hát úgy lehet, hogy hosszan eltartod, átmenetet is lehet, és akkor más lesz a átmenet az oldalak között, ezt összenyomást szeretem. Ilyet úgy lehet beállítani, hogy wifi kell hozzá, persze, vagy ingyennet. Megvan, akkor rányomunk a szerkesztésre, és akkor bármit tudunk elvenni, hozzáadni. Ha az időjárást akarjátok, akkor van Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, és annyi. Ott én a sajátunkat állítottam be. Akkor van alapból eltöptet játék, ez a CAD Rope Free, ez csak egy demo. Akkor leszettem már pár játékot, például a Temple Run-t, a Shake Sand Fidget-et, a Jigging Turner 2, egy BMX volt. Hát alapból 3, vagy 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldalt ad a Huawei. Itt nem tudom, miért nem raktak ikonokat, de nem is piszkálom inkább. Hogy Wi-Fi-t bekapcsoljuk, akkor tudunk player ruházra leszedni dolgokat.
Lehet fizetős, ingyenes, legnagyobb bevételű, legújabb fizetős és legújabb ingyenes. Felőbe tudjuk írni, hogy miket szeretnénk leszedni, és akkor rákeres, és úgy könnyebb. Alkalmazásnál pedig ugyanígy van, hogy alkalmazásokat lehet leszedni, Weaver, Facebook Messenger, Skype, mindenféle. Hogyha azt mondom, megnyomjuk a középső gombot, előjön ez a feladatkezelő, és akkor itt sorba végig kell húzni a kezünket, és így kimennek a nem használt elemek. Akkor nagyjából ennyi lenne a telefon, 1,2 GHz-es dual core processzora van, két magos, úgyhogy ez jó kis telefon, gyors, meg minden, nekem az nagyon tetszik. Híváslista, és ilyen, akkor van még a névjegyek, üzenetek, és egy böngészős lap, szóval oldalra kerékkel húzni a képernyőt, és akkor található a menü. A telefon általában ilyen 300, hát ilyen 280-on szokott futni, és 100-110 meg a RAM-ot szokott hagyni. Van egy lámpánk, ami meríti az aksit. Az alapból rajta van a telefon. Most is 91 meg a szabad. Úgy nagyjából ennyi lenne ennek a telefonnak a bemutatója, még lesznek ilyen játékvideók, hogy hogy fut rajta a játékok. És itt kinyomjuk. És akkor ugye ennyi lett volna a Huawei-nek a Ascend G510-es telefonja. Remélem sokatoknak tetszett. Sziasztok!